csináltam egy ilyen sminket nektek, egy ilyen őszi télies smink, ahogy most vége lassan az ősznek, és kezdünk télbe jönni. Remélem, hogy ez nektek tetszeni fog, és ha igen, akkor próbáljátok ki, és majd küldjétek át nekem Facebookon, vagy Instagramon, vagy tudozok a helyeken, ahol vagyok, és mert szívesen megnézném őket. Na, remélem, hogy tetszeni fog ez a videó nektek. Az első lépés, mint fogok csinálni, hogy az alapozómat jól eldolgozom az egész arcomon, nyakomon leviszem, hogy jól bedörzsölöm, nem muszáj használni ecsetet, ha nem akarsz, én inkább az ujjamat szeretek, de valamikor ecset használok. Szóval mindenhol jól bedörzsölöd, de előtte használok egy hidratáló krémet, hogy azért jobban csúszson, és púderrel le. Fixálom, hogy ne csúszson el az alapozó, és egy kis Kevin O'Conn a korrektort teszek a szemem alá, mert azért anyuka vagyok, és nem sokat alszok. Szóval egy kis korrektor nem ártana nekem, és a pattanásokra, a bőrhibákra, az orrom körül mindenhol ilyesmi helyen teszek, és utána azt is jól eldolgozom, mint itt látjátok. És hát nem szabad ennyire húzni a szemed, ahogy én, de tudod, van, aki így csinálja. Meg egy kicsit a puder előtt kéne ezt feltenni, de nekem akkor jutott eszembe. Puderrel megint átmegyek, hogy lefixáljam, hogy ne csúszson el. Egy kis pirosító, ez a Dandelion Benefit-től van, ezt nagyon-nagyon szeretem, mert ilyen halvány rózsaszín. Az Avontól a szemhelyre van egy primer, vagy ilyesmi szerűséget. Azt használok, mert fogom kifesteni a szememet, amúgy nem szoktam ezt mindig használni, ha nem használok szemhelyfesték. Aztán egy puffy ecsettel egy kis fehéret viszek. Amúgy teljesen mindegy, hogy milyen színű, mert ez nem teljesen fehér, ez egy ilyen, hát, fehér, de nem teljesen fehér, olyan, mint a bőrszín, de attól sokkal világosabb. A szemöldök csontig is elviszem, meg az egész szemhely részre, addig, amíg nem lesz a hajlott. És akkor ott jó, felteszed, eldolgozod egy kicsit, de lesz egy másik szín ezen felett, szóval nem kell annyira. Aztán nem nagyon látszik, ez a Stone Krylon-tól van, úgy hívják, ilyen sötét, hát nem annyira sötét, szürke, és azt fogom besatírozni a hajlatba. Azt is jó el lehet dolgozni, vagyis hát muszáj eldolgozni nagyon, szóval ha csak átmész rajta, vagy 21 000-szer, akkor szépen át tudod dolgozni. Utána egy barna szemhéjpúdert fogok kivinni a sarokba, ahogy itt látjátok, meg az is a hajlatba, hogy azért egy kicsit sötétítsük meg egy kicsit, mert csak ősz van, és nem teljesen tél, de hogy átmenjünk a télbe, azért jó a szürke. Meg ez egy barna, ami van benne egy kis, hogy ez nem matt, a másik matt volt. Ez, tehát az is a hajlatba beletesszük meg az a végéknél, és ezt is jól el fogjuk dolgozni, csak egy nem a eldolgozó puffy ecsettel vittem fel, hanem egy tömőbb ecsettel, hogy ezért sok szín menjen egyszerre, és utána ezzel az ecsettel meg átmegyek rajta. És még egy sötétebb volna, mert mindig jobb, ha több szemhelyi a festéket használtok, hogy azért ilyen több jobb hatás, meg jobb szem fog kijönni belőle, ilyen. Hát nem tudom magyarul, hogy igazán kéne ezt elmagyarázni, de látjátok, hogy nem elég csak egy színű, hanem jó, hogy több színet teszel rá. Hogy az tudom még barna, de azért, hogy sötétebb legyen, több árnyalat jó használni. És ez is az ecsettel el lehet dolgozni. Aztán ez a Paris Berlin-től van, és ezt a zöld színet fogjuk használni, azért tél, ősz, meg ez egy kicsit látszódik a szememen is, mert amit akartam használni, az a vörösebb árnyalat volt, az is nagyon szép lett volna, de nekem ez a zöld ez jobban adja, meg nem tudom sűrűn használni, csak ilyenkor, mikor tél, ősz van, ilyesmi.
és egy ilyen applikátor ecsettel fogod belemártani, és egy kicsit a kezeden, hogy ne hulljon szét mindenhol, és ahol tetted azt a fehéres testszínű színet, azon rá fogod tapintani. Nem kell húzdagálni meg minden, mert akkor csak le fog potyogni minden, és akkor csak így rá lehet tapintani a szem helyedre. És addig teszel, ameddig az a szín eléred, amit szeretnél. Hogy az erőség a színnek, amit szeretnél. És akkor a pufi ecsettel megint egy kicsit átdörzsölök mindent. Egy nagyon kis picit veszek fel abból a zöld színből, és átdörzsölöm mindenhol, hogy azért összeolvadjon. Ez a szín, ez a fehérebb szín, amit használtam az elején, csak ettől még fehérebb egy kicsivel, és csillagósabb egy kicsit, és a szem elejét fogom rakni, hogy azért nyitott legyen a szem, hogy látszódjon, hogy nyitott, nyitóbb, mint ami szokott lenni, mert ahogy mondtam, nem sokat alszok, így csak lenne jó. És a ujjammal egy kicsit eldörzsolom. Aztán szemöldököt, meg kiformázol, hogy szeretnéd. Nem nagyon sok mindent csinálsz a szemöldököt, mert így is elég sötét. Aztán kihúzzuk a szemünk alul, meg felül a vízvonalba. Én pedig csak félig szeretek kihúzni a szememet felül, mert nekem, nem tudom, jó áll, ha teljesen ki van, de nekem ez inkább félig szoktam. Aztán alul, ugyanezzel a zöld színnel, alul a szemhelyed alul, hogy mi az vízvonal alatt, le fogod dörzsölni ezt a színet. Azért néz ki sötétebb, mert azért vizesebb volt a festék ilyenkor, meg a feketével össze lett keverve. És látod felül, és ezt csinálom a túlsvonal tetején. És akkor itt egy kicsit össze-vissza dörzsölöm az arcomat, hogy ami lepotyogott, vagy ami nincs jó helyen, egy kicsit el tudom úgy tüntetni. Szóval nem kell aggódni, hogy egy kicsit össze-vissza van minden. Utána a szempillámat begöndörítem, és utána meg a és utána a szempilláspirált fogom használni. Ez mindenki gondolom tudja, hogy hogy kell megcsinálni. Én egy kicsit szeretem rázni a fejem, amikor csinálom, meg pisogni egy csomót. Meg alul felül szoktam rakni, és a számra ez az Avontól van, az egyik a rúzs. Ez meg nem tudom, honnan valamilyen fodrász kellékes sportból vettem. Arra van írva rajta, hogy MAC, de azért szerintem nem igazi, mert nincs semmi más ráírva. És ezzel ki szoktam húzni a számot, meg a rúzsal összekeverem őket. És egy ilyen kis őszies száj.